A szórakozás és a műsor támogatója a Samsung. Csinálj egy trükköt? Aha. Figyelj, gondolj egy számra. Jó. Egytől mondjuk, egytől százig, bármi lehet. Jó. Oké, okay, megvan? Meg. Mondd ki magadba háromszor hangosan. Magadban, vagy magadban, bocs, bocs. Elhatottam. Ez a bűvész karrier még várható is magára. Igen, mindegy, hagyjuk a picsába. A mai adásban egy gitárral fogok a kérdéseitekre válaszolni. Mutatok egy-két igazán menő dolgot egy csomag kártyával. És vendégem a televíziós műsorvezető és youtuber Istenes Bence. Igen, sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Somasóban. Van egy jó és egy rossz hírem mára. A jó hír az, hogy egy nagyon izgalmas adással készültünk ma nektek. A rossz hír viszont az, hogy ez a mai lesz az utolsó Somasó. Sajnálatos módon nem fogjuk tovább csinálni ezt a műsort, ennek több oka is van. Magánéletbeli is, szakmai is, de a legfontosabb oka annak, hogy abba hagyjuk a Somasók gyártását, az az, hogy április 1-e van, dehogy hagyjuk abba a Somasót, még csak most kezdünk belemelegedni az egészbe. Rengeteg ötletünk van a jövőre, mindenképp érdemes lesz ma is a videó végig itt maradni például, mert el fogom nektek mondani, hogy hogyan nyerhetitek meg ezt a Samsung Galaxy A51-es telefont, de erről majd később, most vágjunk bele a dolgok közepébe. Kérdezz! Felelek! Megint egy csomó kommentet és rengeteg kérdést hagytatok az előző rész alatt, úgyhogy most ezekből fogok néhányat megválaszolni, rendhagyó módon egy gitár segítségével. Surányi Vivien azt kérdezi, hogy te inkább az édeset, vagy a sósat szereted jobban? Tök mindegy mindkettőt, ahogy esik úgy puffan. Bár egyszer a teámba cukor helyett sót tettem, és mivel vendégségben voltam, le kellett, hogy eljem. Susócki Viktor azt kérdezi, hogy erre a kérdésemre mi a válasz? Drága barátom, kérlek, ne fárasz. Mészáros Tamás is hagyott egy kérdést, ő azt kérdezte, hogy mi volt az eddig legváratlanabb emberi reakció, vagy trükk során? Egyszer az egyik nézőm iszonyú ideges lett, és mérgében véletlen egy ordas fingot teleresztett. És az a vicc, hogy ez nem vicc. Huszár Beáta azt kérdezi, hogy ha bármilyen szuperképességed lehetne egy napra, és utána meghalnál, akkor mi lenne az? Valószínűleg az újjászületést választanám én. A sajtos kenyeret is feldobja a májkrém. Kristóf Marci azt kérdezi, hogy meg tudod jósolni, hogy mi leszek, ha nagy leszek? Hát persze. Farmer, ki tehén tőgyből nyeri ki a tejet. Zsilinszky Bence azt kérdezi, hogy a szüleid elfogadták, hogy bűvész akartál lenni. Rohadtul nem érdekelt, nem tudtak mit tenni. Mikor apám kezet emelt, én eltüntettem a sörét, ő előkapta az övét, de én megragadtam a tökét, és megmondtam, hogy fiatból bűvész lesz. Egyébként ez valójában nem így volt, a szüleim mindig állati támogatóak voltak, mindig megengedték, hogy kipróbáljam magamat bármiben, ami érdekelt, ha kell, belebukjak bármiben, ami érdekel, és szerintem azért tartok itt ma, ahol tartok. Vincefi Jászmin pedig végezetül azt kérdezi, hogy a lottó nyerő számai csalás nélkül meg tudnád jósolni végre. Nagyon fáj, hogy azt mondod, csalok pedig nem éri, vagyok sértve. De láss, hogy kivel van dolgod, műsor végére mondom, hogy a számokat meg tud majd tenni, és a milliókat egyedül fel tud majd venni. Na, 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 na.
Ha neked is lenne kérdésed, ne felejtsd el kommentben leírni, használd a kérdezfelelek hashtaget, hogy könnyebben megtalálhassuk a kérdésed. Most viszont robogjunk tovább a következő szegmenssel. Mai vendégem a televíziós műsorvezető, vlogger, youtuber, mindenki kedvence, Istenes Bence. Szevasz, Bence. Köszi, szevasz, hogy eljöttél. Köszi a meghívást. Nem régen voltatok a Állarcos Énekes, ugye ez az új formátum műsor, ami elindult otthon. Igen. Te se tudod, hogy kik vannak az állarcok mögött? De te vezeted a műsort. Én vezetem a műsort, igen, de pont ez az érdekes, hogy én sem vezettem még olyan műsort, ahol nem tudok mindent, mert nyilván általában az van, hogy egy műsorvezető azért mindent tud, amikor készít egy műsort. Tehát minden másodpercről valójában tudnia kell. Itt pedig én sem tudom tényleg, hogy kik vannak a maszkok mögött, nem tudom, hogy egy csomó mindent nem tudok egyébként. Tehát a Gáspár Laci, ami hülyeségeit mindig kitalálja. Rejtegetik az embereket? Igen, igen, nagyon durva, de hogy konkrétan az van, hogy ilyen titkos parkokban veszik fel az embereket például, hogy ne tudják így visszakövetni például a cím alap sem, hogy akkor fekete limuzinnal hozzák oda. Igen, a sofőrnek, nem fogod érni, be van kötve a szeme, amíg beül mellé a versenyző, akkor a versenyző felvesz magára egy ilyen maszkot, meg egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kis ellenzőt, akkor szól, hogy megérinti a sofőrt, akkor leveszi, beviszi őket az RTL-be, az RTL-ben van egy elkülönített folyosó, ahol biztonsági őrök őrzik őket, és ami legdurvább, hogy nem beszélgethetnek senkivel, hanem vannak ilyen jelkártyák, ez tényleg igaz, láttam ezeket a jelkártyákat, és akkor rajta van, hogy fáradt vagyok, cigizni akarok, éhes vagyok, WC-re kell mennem, és azokat adogatják ki, és akkor csak kikísérik őket néma csöndben, elmegy WC-re, aztán visszamegy, tehát hogy ilyen szürreális a biztonsági intézkedés, és igen, és én sem tudom, hogy tehát én is akit tippelgetek. Ez egy ilyen állarcos activity megy, gyakorlatilag backstage ott nálatok. Elég sokan nézték, ugye, ilyen rekordmennyiségű ember nézte az első néhány adást, azt tudom, aztán nem tudom, hogy ment tovább a dolog. Na most nagyon sok komment érkezett, mert sokat posztoltál rá Instán, mesélted, hogy volt jó is, meg volt rossz is. Igen, hát azért 90%-ban hál' Istennek jó jön, vagy 80%-ban, vagy tehát azért nagy részt, akkor mondjuk így jön, de hát azért jönnek mindig negatívak is, de hát én azokat nagyon szeretem. Tehát annyira vicces, hogy így én abszolút nem tudom ezeket komolyan venni, az ilyen kommenteket. Készültem. Micsoda meglepetés! Nem, egyébként konkrétan az előbb néztük ugye meg együtt. Kára befektetett idő, pénz, energia, egy ilyen nulla színvonalas műsornak nem nevezném fosba. Peace and love. De legalább a szeretetét kifejezted. Igen, nem, igen, a végén egy kis peace and love, igen. Ez nagyon gyenge műsor volt. Borzalmas, nézhetetlen. Ezek az építő jellegű. Ezek az építő jellegű, igen. Nem lehet, hogy Adélodat otthon hagyod legközelebb? Óriási. Amúgy elég gáz a műsor, de azért nagyjából megnéztem. Na mi, szóval ilyenek. Igen, nem megnézte, nagyjából megnézte. Igen. Dancsó, mit keres ott? Édes Istenem, már bárkit beültetnek bárhová. Hát szóval ilyenek. Igen, ugye vicces. Említették, hogy Adélt miért nem hagyod otthon, mert ugye Adél bentül a zsűriben. Adél bentül a zsűriben, igen. Hát azt mondta csak, hogy megnézi a munkájámat, és hogy elkísér, de azt nem gondoltam, hogy beül. De ott is maradt. De ott is maradt végül, igen. Milyen együtt dolgozni, hogy te ugye fent állsz és konferálsz a színpadon, ő ott ül a zsűri panelban. Aha, én szeretek egyébként az Adéllel együtt dolgozni, mi azért már elég sokat dolgoztunk együtt, annó még az After X-ben, amikor ugye mi az X-Faktorban ismerkedtünk meg még 2011-ben. Nem egyszerű együtt dolgozni, tehát hogy így nagyon nehezen tudunk együtt dolgozni, tényleg. Tehát mind a ketten ilyen nagyon makacsak vagyunk, nagyon önfejűek vagyunk, nem mindig gondoljuk ugyanazt a dolgokról. A végeredmény általában jó szokott lenni, mert valahogy így megtaláljuk a közös utat, és neki is tök ötletei vannak, amit az elején nem szeretek annyira belátni, aztán rájövök, hogy nem mond hülyeséget. Szóval így megtaláljuk utána valahogy a jó utat, az általunk itt jónak gondolt utat, de mondom, de lenne nehéz együtt dolgozni, de szeretünk. Beviszitek a magánéletet a munkahelyre, vagy a munkahelyet hazaviszitek? Tehát, hogy ezt nehéz elkülöníteni, ezt a két dolgot? Vagy? Hát nem is tudom, mind a kettő, nem tudom, mi életünk, mi vagyunk, de azért próbáljuk, nyilván most az RTL-ben nem szoktunk általában hangosan vitatkozni. És akkor különben is megmondtam neked, hogy takarodj, nem menjél neki! Tegnap sem volt a húsavás, meg a sör az asztalon, amikor hazaértem. Igen. Szóval nem, azért, tehát, hogy ha így kérdezed, akkor nem, akkor otthon hagyjuk a magánéletünket. Ugye ez jó hír. De közben meg egyébként az érdekes, hogy közben meg egy csomó ilyen benne van a műsorban is, például az RTL-ben is, tehát hogy ettől működik ez a kettes, hogy odaszól, én visszaszólok, tehát hogy közben meg egy kicsit azért mégiscsak behozzuk a... Hát jó, ez egy ilyen pikantériát az inkább igen, tehát hogy nem, igen. Nem a valós, tényleges problémáinkról beszélünk ott meg az igazi magánéletünkről, de ezt, ami kettőnk között van, meg amitől mi tök jól működünk, azt természetesen behozzuk. Te
Igen. Aktívan YouTube-ozol is, ugye? Igen. Tehát, hogy vlogoltok, különböző videókat, tartalmakat gyártotok, és az Adil ott is elég sokszor megjelenik. És elég gyakran megprenkeled őt, meg viccceled őt. Igen, hát ő nagyon jó alanyára. Tehát, hogy 8 év után, vagy 7 vagy 8 év után is még annyira naivan belefut mindenbe, hogy így könnyű vele. Igen, hát a legutóbbi volt a tojásos talán, azt nem tudom, láttad de mikor a pingponglabdákat itt dobálom nekem, és gyere, mondom... De hogy felvezettem, figyelj, van most egy ilyen challenge, pingponglabda challenge, és be kell találni, csak feljel, és a csajok fejelgetnek, és ilyen kis kosárban van pingponglabdákat, és mint 5-ből mennyit találsz, hogy nem emlékszem, amit mondtam neki. Komolyan, igen, minden híres focista megcsinálta, már mi is csináljuk, meg nagyon jól jó, és mennyit csináltak, tudod, már rögtön győzni akartod, ezért, hú, nem tudom, hármat, csak hármat, én 5-öt is be, oké, gyerünk, dobálom, pim, fejeli a pingponglabdákat, fejeli, és az egyik az egy tojás volt, amit dobtam, bum, rá. Igen, aztán annyira nem szeretted, elkezdett utána, picit sírt. Utána, mert azt úgy éreztem, hogy megaláztam. Azért meg kell vigasztalni. Hogy megy bele, hogy aztán ezeket feltöltsétek a YouTube-ra? Úgyhogy elmondom neki, hogy higgye, hogy ez vicces, hogy nem, azért nem, szerintem azért, tehát hogyha nekünk nem ilyen lenne a kapcsolatunk, akkor lehet, hogy megalázva lenne, és odobsz a csajodnak egy tojás, ami annyira mindig, tehát nekünk ez a lételemünk, hogy egymást szivatjuk, ő is nyilván szokott engem szivatni, csak azért kevésbé, mert nekem valahogy egész nap ezen forog a... Egymást szivatjátok, de leginkább egymást szivatjuk, de 95%-ban én őt. Nem, valamiért szerintem ez tök jól működik, tehát hogy így nem tudom, szerintem egyébként ez szerethető, tehát én abszolút nem érzem ezt megalázásnak, meg hogy így abszolút nem is erről szól a dolog, hanem inkább tényleg a szórakoztatásról, meg az én maga hülyeségéről, meg a elmebeteg agyamról. A prank videók mellett azért elég sok vlogot is készítettek, és nagyon sok intim vlogot készítettek, ahol beengeditek a nézőket, az embereket a magánéletetekbe. Uh-huh. Hogy ez mennyire para, vagy mennyire, tehát hol húzza meg az ember a határt, hogy mit mutat meg, vagy mit nem mutat meg még az embereknek? Hát ez nagyon nehéz egyébként, nálam sokszor így ilyen időszakok vannak, tehát valamikor jobban beengedjük őket, valamikor kevésbé, de azért azt gondolom, hogy nálunk meg van húzva nagyon egy határ, tehát az igazi, tényleges magánéletünkben, ami a nagyon mély és nagyon a miénk, azért mi ott oda nem engedünk be általában senkit. De hogyha vannak olyan témák, tehát engem például egyre jobban érdekelnek azok a dolgok, és azt látom, hogy tök sok embernek segít, vagy szívesen látják azt, hogy másoknak is van ilyen problémájuk, és olyan embernek, akire esetleg felnéznek, aki fontos neki, hogy mi is küzdünk olyan problémákkal, amikkel ők, vagy megmutatunk olyan helyzeteket, amiket mi most megéltünk, és érdekesnek tartjuk, fontosnak tartjuk, nem tudom, meghatónak tartjuk, viccesnek tartjuk, szóval, hogy ilyeneket szeretek megosztani az emberekkel, meg akár párkapcsolati dolgokat, mert hogy csomóan azt gondolják rólunk, hogy nekünk semmi problémánk nincs, nekünk tök tökéletes az életünk, imádjuk egymást, csak a boldogság és a mosoly, és a miközben nem, hát mi, nekünk is, tehát hogy így nem, nagyon nem erről szól a mi életünk. És szerintem vannak olyan fontos témák, amiket így én például szívesen megmutatok, vagy szeretnék még megmutatni. Bence, én azt hallottam rólad, hogy te szabadidődben szeretsz bűvész trükköket csinálni. Ez így tényleg van? Igen, de nekem már attól féltem egyébként, csak utólag jutott eszembe, amikor itt már beszélgettünk egy picit a felvétel előtt, hogy általában az szokott lenni, ilyenkor valamit megbuherálsz, rám raksz, és a végén már kitálod, hogy tudtam, hogy itt egy B betű van, mert és már leírtam előre, nézd, amikor bejöttem. Mikor sminkeltek, kaptál egy új tetkót, igen, és nem vettem észre. És átírtam a tetkódat, igen, szóval hogy kicsit későn esetleg nem figyeltem ezekre, legbénebb trükkre bedöltem, úgyhogy ilyennek készültél te is majd, nem? Nem. Igen, én tökre szeretek, igen, hát nyilván szeretek, egyébként szeretek bűvészkedni, valami a gyerekkoromban is volt én kis bűvésztáskám, meg most is. És azóta is szoktál mondjuk családi rendezvényen? Igen, vagy igen, van egy-két trükköm, amit a gyerekeknek általában, tehát nyilván a Natán az imádja, apa még egyszer, 25-ször kell megcsinálni ugyanazt az egy trükköt, mert azt az egyet tudom, de azt hozom, azt nagyon komolyan hozom. Esetleg mutatnál le nekünk, persze, valamit, ugye ezen a csatornán sokszor van a bűvészkedés? Persze, hát azért is hoztam rögtön magammal. Véletlenül egy piros kendőt? Hát ne viccelj, készültem, nézd meg, mert te nyilván értesz hozzá, tudod, hogy mit kell nézni, hogy ez egy nagyon jó piros. De nem, hogy nincs, nem tudom, bumerával, preparál. Innen meg tudom, szakmai szemben minden megállapítottam. Hogy itt nyilván a nézők is látják, hogy ez egy teljesen normális kendő, és akkor ezt a trükköt nyilván vágod, hogy megpróbálom eltüntetni ezt a kendőt, és megpróbáljuk, hát nyilván persze, hát gondoltam, hogy na figyelj, ide bele kell tenni, így szépen belegyömöszölöd rendesen, ahogy így jól bele kell nyomni a végén is, fúj rá, és el is tűnt a kendő. Hát igazából ennyi. Ja, semmi, nem egy nagy, vigyázz, basszus, oda. Ne. Bence, erről rossz, nem volt szó. Bocs, nem így akartam alapból, de... Picit nyálas, de visszaadom akkor neked. Fúj, elteszem. Na mindegy, szóval ezzel szoktam így villogni otthoni
rendezvények. Ott a jösszekvezeleket. Gyerekszüli nap, meg ilyenek, tudod. De csak, hogy nehogy azt mondta, hogy te mutattál csak nekem trükköt, én is készültem egy kis trükkel mára neked. Na, ettől félek. Bence, szoktál-e kártyázni? Hát, ritkán. Ismered a francia kártyát azért, ugye? Úristen, ne kezd. Azt mondtad, hogy tök alsó, akkor elszaladok, de... Ismerem. Na figyelj, kezdjük egy egyszerű dologgal, melegítsünk rá, jó? Egy lapot vegyél ki, nézd meg, jegyezd meg, jó? Bemelegítünk. Jó, hát ezt már ismerem. Ugye egyetlen egy kérdésem lesz, erre kéne egy igen vagy nem válasz. Igen, okay. Jó, menni fog? Na, igen. De ne nézd rám. Mehet? Igen. Ez még nem az volt. Azt mondja, hogy kör, bubi. Nem. De, ez a kör, bubi. Ja, az igen. Hát akkor miért mondod, hogy nem? Ja, igen. Tehát kígy a kezed? Lassan csinálom, hogy lássad, hogy hol csalok. Jó, megfogjuk a kör, bubit, beteszem a kezed, az érdekes része, nézd. 1, 2, érezted? Igen. Én nem akarok hozzájönni ezt, amit kicseréltem, nézzük a kör, bubit. Nem, hiszem el! Nyilván az. Igen. Nem figyeltem eléggé. Még egyszer. Még egyszer? Persze. Csináljunk egy másikat. Egyszer. Most le fogom buktatni. Figyeljetek, most először fog lebukni. Reméljük, ez nem így lesz. Bence, egy csomag kártya. Ha lebuktatlak, benne marad. Akkor újra vesszük. Bence, húz egy lapot, bármelyik lehet. Nézd meg, jegyezd meg, én ne lássam. Oké. Okay. Figyelj, arra szeretnének kérni, hoztam egy alkoholos filcet magammal, ezt odaadom neked. Igen. Vedd le a kupakját, írd rá a lap képes oldalára a keresztnevedet jó nagy betűkkel, vagy mutasd meg a kamerának, elfordulok, hogy ne láthassam, hogy mi történik, jó? Szemét ládára, most kell figyelni a kezét. Ide itt látod? Igen, oké. Okay. Készen állsz? Igen. Segíts nekem egy kicsit. Told be a lapot. Szuper. Tedd ki a kezed. Figyelj, tényleg most véged van. Tedd rá a másik kezedet a csomag tetejére. És tartsad, légy szíves, jó? Én meg fogom próbálni a lehetetlent. Tudod mit? Nem is nyúlok be a kezedbe, hogy elvegyem a választott lapodat, az egy ilyen egyszerű dolog lenne. Igen. Próbáljuk meg inkább azt, hogy eltüntetem a csomagot a kezedből. Érzed, hogy benne van a csomag, ugye? Igen. Igen. Figyeld, 1, 2, és a csomag eltűnt a kezedből. Egy lapot kivéve. Emeld fel csak a bal kezed. Ne! Nézd csak. A lapok eltűntek. Egyetlen egy lapot kivéve. Vedd el bátran. Nézzük, mi az. Na jó. Sziasztok, csó! Köszi, hogy itt lehettem. Igen. És hogy most ezt nem tényleg hiszem el. Vagy mi ez? Hőre? De ez nem lehet, hogy az egész. Vagy hogy? Nem, ezt nem értem. Tényleg nem értem. És ez nagyon zavar. Bence, készült... Nem játszom veled többet. Nem. Fejezd be, köszönje. Igen. Vagy mondd el a trükknek. Vagy mondd el, hogy csináltad, vagy köszönje. Vagy, te döntöd el. Jó, valójában a trükkről én sem tudom, hogy van. Persze. Én is mindig meglepődök, hogy nem áll. Ó, oh, wow! Megint vehetek új paklit. Viszont azért készültünk neked egy kis játékkal is mára. Benne, ugye? Egy pici játék tétel. Persze, el is verlek. Rock and roll. Játék tétel. Hát Bence, remélem készen állsz. Egy speciális játéktételt fogunk ma játszani, amelyben dobókockával fogunk dobni. Uh-huh. 3 pontot kell összegyűjteni. Minden nyert pont után, ha megnyered a pontot, megmondhatod a ellenfelednek, tehát nekem, uh-huh. hogy melyiket kóstolja meg ezek közül, a finomságok közül az asztalon. Gyorsan elmondom, hogy mi látható itt az asztalon. Kezdjük innen előlem. Ez Nesquik golyó ketchuppal, tonhal krémes túró rudi, nutellás kovászos uborka, csoki szószos magyaros pizza, tabaszkós vaníliás puding, kóla paradicsomlével, tej erős pistával, bolognai spagetti tejszínhabbal, lekváros kolbászos kenyér és oreo keks, amiben kicseréltük a tölteléket vanília szószról fokhagymás tejfölre. Na, ez tök, ezeket én mind szeretem, úgyhogy... Ezeket szoktam minden nap enni, nem? Tehát... Igen, nem feltétlenül így kombinálva, de... Egy normális keddi vacsora az nálad. Igen, nekem ezek nem durvák. De hát úgysem nekem kell enni, mert ezt most el fogod veszteni sajnos. Kezdődik a trash talk? Nem, hát semmi, csak mondom. Tehát próbálok tényszerű lenni és realista. Tudod, hogy egy bűvészvilágbajnok kerültél-e kockázni? Azt tudom. Na, hát akkor nézzük meg. Mersz? Én merek. Sok sikert, akkor sok sikert.
Van próba? Te kezded. Én kezdem? Összen, aha. Na nézzük. Egyes, oké. Okay. Úristen! Oké. Okay. Ott van! Kettes. Első pont! Megmondtam. Egy erős kettesre nyertél. Na, figyelj akkor. Nem. Azt mondja, hogy mondjuk még az, amit magamnak ki akarok zárni. Tehát mi az az egy mondjuk, mert ezt szeretem, azt szeretem, azt is imádom, ez a kedvencem, ezzel nincs bajom. Legyen ez. Legyen ez, az talán az a leg. Tonhalkrémes Turó Rudit. Igen. Tulajdonképpen én a Turó Rudit is, és a tonhalkrémet is nagyon szeretem. Én is. Külön-külön. Jó étvágyat kívánok neked hozzá. Uha. Úgy reméltem, hogy nyerni fogok, legalább az elsőt. Nem. A következőket sem fogod nyerni, úgyhogy... Hogy egyél bátran, jól fogsz lakni a játék végére. Hú, ez kurva szar. Na? Milyen? Finom? Hányostál kell? Hoztam egyet. Nem. Köszönöm. Ennyi csak? Nem kérsz? Hát nem egy biztos? Gyerekes falatot megettem belőle. Na, jó van. Akkor le akar döbíteni esetleg ezzel? Nem, egy kis vizet. Nem? Köszönöm. Ezzel? Azt majd te nem? Fogod meginni. De én? Sajnos nem. Na jó, akkor figyelj. Akkor bekezdek egy hatossal, és akkor azt igazából nem nehéz, nem lesz. Na nézzük akkor, jön a második győzelem, és nem hiszem el! Viszonylag jó esélyekkel indulok. Nem hiszem el! Ezt tényleg hiszem el! Meg van buherálva! Ez meg volt buherálva. Újat kérek. Ja, biztos, hogy nem. Ez meg volt buherálva, láttam. Itt hozzáértél így, és úgy adtad át ide nekem. Jaj, hát Bence. Nézzük vissza. Nyerni és veszteni is tudni kell. Buherált kártyával, vagy mi? Buherált akkor már is gondolkozom, hogy mit kóstolnék. Kockával, buherált kockával. Hát, én azt mondom, hogy nézzek, meg fogja megint hozzáért, buherálja! A fokhagymás tejfővel töltött oreót szeretném megkínálni neked. Na, ez teljesen kellemes, ez nekem tényleg semmi problémám nincsen. Ákorványád. Ez finom. Ez jó. Ez jó egyébként. Kösz? Nem. Meghagyom neked, hogyha még egy kis desszertnek elfogyasztanád. De ez egyébként nem rossz, esküszöm. Ez annyira nem jó. Most mit buherálsz már megint? Nem buherálok. Te kezded. Én kezdem. Na, tessék, buhera Matyi. Jóisten velem lesz, most megfogom. Egyes. Dehogy is nem. Egyes. Szerintem most egy hatos rádórantok. Nem baj? Én érzem, egyes lesz. Ez tényleg hatos lesz. Bum! Na, hát akkor... Van még egy elég rossz választás. Ebben mi van még egyszer? Ez tej erős pistás tej. Erős pistás tej, aha. Igen. Nem, szerintem ez undorítóbb, ezt írd meg. Kólást? Igen. Kólás paradicsom. Kólás paradicsom. Igen. Jó étvágyat, sok sikert hozzá. Én minden edzés előtt ezt iszom egyébként. Általában fél litert fogyasztok, most csak az ízkedvére egy deregos kortyot fogok. Fúj, de undorító. Paradicsom. Fú. Kus már. Ez szarabb volt, mint gondoltam. Igen, ez nem volt jó. Na, hát akkor sok sikert a következő körhöz, akkor most lesz a győzelmem. Most te kezdesz, és most én kezdem. Te fogsz enni vagy inni. Nem. Most én fogok neked választani. Nem, most fiam, most megfordítom. Egyet hagytam neked is, hogy ne legyen ennyire durva, hogy meghívsz, és akkor tudod. De most jön akkor a harmadik. Figyelj, most megint kidurrantok egy, most megy egy ötöst. Adok esélyt, adok neked esélyt, jó fej vagyok, ötös durrantok. Tudod, hatosra még gallér vagy benne. Igen, jó? Na figyelj. Egy vastag kettes. Na, akkor egy egyes rá. Szerencse Istennél mellém állt. Ne buherálj. Rögtön. Kettő! Új kör, azt mondja, olyankor te kezded. Ugyanazban a körben neked kell kezdeni. Három! És most jön az ötös. Egyes kettes vagy hármas. Te egyet ittál! Ez majd mindig több van, nem tudom, miről beszélsz. Nézd meg! Ugyanaz. Na jó, oké. Okay. Döntő? Döntő. Akkor döntő. Kettő-kettő? Kettő-kettő. Na. Most akkor én kezdek. Igen, te kezdesz most.
Na. Nem hiszem el. Na most ezt úgy odadurrantom, gyerekek. Egy egyes. A megsemmisítő. Nem. Kettő, ott van, győzelem, micsoda egyértelmű győzelem, micsoda egyértelmű elsőprő győzelem. Nem! Igen. Na mi legyen? Csicseregsz. Ez alázós, tudod, nem ötöt, csak igen, kettőt. Igen, csak kettőt. Megtettem volna többen is, persze, kikertettem. Persze, csináltam volna egy ötöst is, de nem akartam. Na, akkor legyen mondjuk a... Figyelj, zárogassuk. Sok jó választások vannak. Én ezt például nagyon egyszerűnek gondolom. Hogy megörült, hogy ezt kapja? Nem, ezt nem fogod kapni. Ez biztos, hogy nem kapod. Ezen facilak, szerintem ez sem annyira durva. Ez is undi. Mindegyik jó. Csak jó választás. Nincs rossz választás, Bence. Figyelj, akkor legyen ez akkor. Legyen ez. Az. Finom, nem? Nagyon jó. Teljesen jó, nem? Ilyet kérsz rá egy kicsit? Vagy mondom, öblítésnek egy kis erős, mert ez csípősen nagyon jó. Ez milyen kolbász? Ez csemege kolbász, mi? Kis csípőset még durancs rá. Másfél fat, nem gondoltam végig az igen. Közben nézd rám nyugodtan, nézd, így néznek ki a győztesek. Hagytalak nyerni. Nehogy úgy érezd, hogy megint aztán. Persze. Én mondtam, de direkt szóltam, korrekt voltam, szóltam előre, hogy nyerni fogok. Tehát nem sunyiba. Bence, köszi, hogy eljöttél ma hozzánk, és megetettél ennyi sok szarral engemet. Aki le akarná csekkolni Bencét, az a YouTube-on megteheti Istenes Bence YouTube csatornáján. Így van. Vagy Instán, Ben Istenes. Többit is mondjam? Ne aggódj, mert kiírjuk a videó alá. Köszönöm. Köszi szépen a meghívást, köszönöm. Műsor elején ígértem, hogy kisorsolok köztetek egy vadonatúj Samsung Galaxy A51-es okostelefont, aki meg akarja nyerni, annak érdemes bekövetni Instán, az új TikTok csatornámon és feliratkozni rám itt a YouTube-on. Ne felejtsétek el megnyomni a kis harang ikont. Ha egy platformon követsz, akkor egy esélyed van rá, hogy nyerj, ha kettőn, akkor kettő, ha hármon, akkor pedig három esélyed is van. A sorsolás eredményét jövő héten szerdán fogom kihirdetni az Instagram profilomon egy Insta videó posztban. A műsor végéhez érve pedig már csak egy adóságom van, aminek tényleg nagyon szeretnék eleget tenni, mert folyamatosan cseszegettek miatta, hozzáteszem joggal. Ígértem, hogy megosztom veletek az ötös lottó heti nyerőszámait, most már tényleg nem fogok kihomorítani belőle. Ő itt Sanyi, a szerencsekutya, ő fogja megjósolni nektek a számokat. 90 számot ide kikészítettünk, az első 5 számon, hogy Sanyi megírint majd a tapancsával, az lesz a jövő heti 5 nyerőszám. Sanyi, jöhetsz! Na, Sanyi, gyere! Gyere, Sanyi, na! Sanyi, gyere már, na! Sanyi, gyere! Sanyi, a 25-re gyere! Sanyi! Kérlek szépen, gyere már, érintsd meg, mert Sanyi, könyörögve kérlek. Legyen már valami. Ne nézzél. Sanyi, kérlek szépen, csinálj valamit. Sanyi, rohadt életben. Sanyi, kérlek, könyörögve, kapsz egy pedigrét, kettőt, ötöt, hetet. Jó, ez nagyon úgy néz ki, hogy nem fog összejönni. Nagyon sajnálom, Sanyi a hibás, nem én, majd jövő hónapban megpróbáljuk valahogy máshogy. Addig is Magic is Life, Life is Magic, szevasztok. 3 days later.